Sziasztok! Verba Ábi vagyok, Amerikából jöttem, és a mai videóban szeretnék felsorolni nektek top 10 legveszélyesebb város Amerikában. Először is, hogyha új vagy itt, akkor ne felejtsd el feliratkozni a csatornára. Minden héten valami fajta vagy Amerikával, vagy Magyarországgal kapcsolatos videót feltöltök, és szeretnék üdvözölni az új tagokat is a csatornára. Zoltán Toldi és Péterné Nanai. Köszönöm szépen, hogy támogattatok a csatornát. Egyébként, ha te is szeretnél taggá válni, nagyon sokat segít abban, hogy több videót gyártsam nektek, úgyhogy lehet támogatni itt a YouTube-on, vagy a patreon.com-on is lehet támogatni. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást, úgyhogy a mai téma az az, hogy a top 10 legveszélyesebb városok Amerikában. Top 10 legveszélyesebb város Amerikában? Vágjuk bele. Tizedik helyen van az Indianapolis, ami az Indiana államban van. Leginkább arról ismert, hogy ott van egy ilyen motorverseny, az Indy 500. Nagyon híres ez a motorverseny. De sajnos jelenleg nagyon magas az erőszakos bűncselekmény aránya. 2019-ből van egy ilyen statisztika, hogy 100 000 főre jutott 1333,96 erőszakos bűncselekmény. Hozzáteszem, hogy hála Istennek a 2023 statisztika szerint jelentős csökkentést tapasztalt a bűnözési arányokban, különösen a gyilkosság számában. Ez nagy részben annak köszönhető, hogy van egy ilyen Indiana Crime Guns Task Force csoport, akik sokat tesznek, hogy ne olyan ember jusson fegyverhez, aki mondjuk veszélyes lehet. Úgyhogy javul a helyzet, de még mindig tizedik helyen tart ez a város. A kilencedik helyen van az Albuquerque, Új-Mexikó. Albuquerque Új-Mexikó állam legnagyobb városa. Spanyol kolóniaként alapították 1706-ban, és a 19. század közepén lett az Egyesült Államok része. A város tele van kultúrával és történelemmel, és az ország egyik legzöldebb városa, elvileg. Úgyhogy gyönyörű hely lehet, nagyon érdekesnek is hangzik, de sajnos 100 000 főre jutott 1369,14 bűncselekmény 2019 és 2013 között tovább növekedett, majdnem 19%-kal emelkedett a gyilkosság száma. Növekszik a száma a gyilkosságnak, sajnos, úgyhogy ez sem olyan jó helyen szempontból nem olyan barátságos talán, de nagyon szép, nagyon történelmi város. A nyolcadik helyen van a Stockton, California. Én meg erről már hallottam egyébként, mielőtt ezután kutattam, hogy mik a legveszélyesebb amerikai városok. Hallottam is, hogy a Stockton az valami durva hely. A kaliforniai barátaimtól mindig azt mondták, hogy oda nem kéne költözni. Elvileg a legmagasabb bűnözési aránya van Kalifornia államban. Ez inkább a legkevésbé ismert város a listán, tehát nem nagyon híres város, csak arról híres, hogy nem olyan biztonságos, sajnos. Úgyhogy az a statisztika, hogy 320 000 fős város, de kb. 100 000 főre jutó 1414,56 erőszakos bűncselekmény, és amiatt a 8. helyre helyezték a listán, hogy mik a legveszélyesebb városok. Igazából az egy kis történelmi oka is, hogy 2012-ben csődbe ment, főként a 2008-as világpénzügyi válság miatt. Nagyon tönkrementek ott a dolgok, meg emberéletek így anyagi szintén. Úgyhogy növekedett azóta is a bűncselekmény. A hetedik helyen tart a Cleveland, Ohio. Erről is hallottam egyébként erről a városról, hogy elég veszélyes hely. Az Lake Erie tó partján fekszik ez a város. Fontos kikötő város St. Lawrence vízi úton. Az utóbbi években egyre inkább ismerté vált javuló egészségügyi ellátásáról,
és otthont ad a világ egyik legnagyobb kórházának. Tehát elvileg ott nagyon jó az egészségügyi ellátás, ott van a legnagyobb ott van a legnagyobb kórház, és szükség is van rá elvileg, mert a 7. helyen tart a listában. Erőszakos bűncselekmények aránya 100 000 főre 1556,76 évente egyébként, tehát hogy ez az ország átlag meghaladja ez a szám, tehát ez nagyon sok. Az elmúlt években rögzített bűncselekmények csökkentek, de 2020-ban és 2021-ben a Covid-nak köszönhetően igazából növekedett a bűncselekmény száma, mert hogy növekedett a szegénység is, az emberek elveszítették a munkahelyüket, tehát hogy ezek a városok a listán Covid miatt még rosszabb bak lettek ilyen szempontból. 6. helyen a Milwaukee, Wisconsin. Milwaukee több mint 500 000 ember otthona, és az egyik legetnikailag sokszínűbb város az Egyesült Államokban. Tehát sokféle ember, sokféle bőrszínű színnel lakik ott. Híres a söréről, ezt meg nem is tudtam, mert ott valami német migránsok telepedtek le valamikor, meg sajtokat is nagyon jól csinálják elvileg. A város lakosság száma az csökken folyamatosan, gyilkosságnak is köszönhetően, sajnos egyre kevesebben vannak, 100 000 főre jut 1597,36 erőszakos bűncselekmény, igazából emiatt nem olyan ideális lakóhely. Az 5. helyen a Kansas City, Missouri. Kansas City leginkább barbecue és jazz zenéről híres egyébként. 2019-ben volt egy statisztika, hogy 100 000 főre jut 1724,31 erőszakos bűncselekmény. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy legyenek programok ezzel ellen, igazából, de most az a helyzet sajnos, úgyhogy nagyon sok a gyilkosság. 4. helyen a Memphis, Tennessee, na erről nyilván sokat hallottam, mert én is Tennessee-ből jövök, és mindig azt hallottam mindenkitől, aki oda ment mondjuk tanulni, vagy zenélni, vagy bármi, hogy nagyon nem biztonságos, nagyon sok a gyilkosság, és nagyon vigyázni kell az utcákon. A Memphis a blues és rock zene otthona. Nagyon-nagyon sok élő zene van ott, meg nagyon sok zenész, tehetséges ember van ott, úgyhogy ezért is kár érte, hogy nagyon sokan gyilkosság miatt meghalnak. Az Elvis Presley és Johnny Cash az 50-es években híres albumokat vettek fel a Sun Studiosban, ami egy híres hangstúdió ott Memphisben. Amerika egyik legerőszakosabb városa sajnos. 2023-ban közel 400 gyilkosságot jegyeztek fel, 100 000 lakosra 63 gyilkosság. Kb. A szegénység szint is elég magas Memphisben, ami igazából nem segít abban, hogy nagyon sokan menjenek bele ilyenekbe. Vannak ilyen programok, amik elkezdték például az erőszakos bűncselekmények kezdeményezés nevű program, amivel próbálnak változtatni ezt a városban. De hát eddig még mindig egy erős 4. helyet foglal ezen a listán, az egyik tényleg legveszélyesebb városa Amerikában. A 3. helyen Baltimore, Maryland. Baltimore fontos kikötőváros Marylandben, és az állam gazdasági központja köszönhetően a virágzó kikötőnek, a Patapsco folyó, amely jelentős csomópont az autók és a szén importjára és exportjára. A Baltimore az talán a legismertebb onnan, hogy van egy ilyen dráma sorozat, ilyen bűnügyi dráma sorozat, The Wire. Ott vették fel ezt a sorozatot, és igazából eléggé valóságos sajnos, mert ott nagyon-nagyon veszélyes. 100 000 főre jut kb. 2027,1 erőszakos bűncselekmény egy év alatt. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon magas, durva. 2021-ben indítottak új programokat, hogy ezzel ellen küzdjenek,
hogy ne legyen annyi bűncselekmény, próbálnak tenni valamit ellene, optimisták most, hogy a jövőben lehet, hogy kevesebb lesz ez a szám. A második helyen a Detroit, Michigan, én folyamatosan erről hallottam gyerekkoromban, hogy ez a egyik legveszélyesebb város Amerikában, és valóban a második helyen tart, igazából egy ipari város, híres autóipari termeléséről. A Motown zene is onnan jön, ez egy híres zeneműfaj, ami ott elvileg született. A város lakossága 1950 és 2015 között elképesztő 63%-kal csökkentett. Óriási szegénység elvileg van ott, meg nagyon nagy a bűncselekmény száma. 2019-ben volt egy ilyen statisztika, hogy 100.000 főre jut 2056,67 bűncselekmény. Azóta egy picit javult a helyzet, mert bejött a turizmus, meg több cég is beköltözött oda. Felfele tart most ahhoz képest, hogy mi volt, de az USA-ban a második legveszélyesebb város. Na, és végre a legveszélyesebb város Amerikában, ahol a legtöbb erőszakos bűncselekmény követik el az emberek, St. Louis, Missouri. 100.000 főre 2086,29 erőszakos bűncselekmény regisztráltak egy év alatt, szegénységi szint és a faji szegregáció hozzájáruló tényezők. 2020-ban nyilván ugrott is a száma a gyilkosságnak, amikor jött a Covid. A St. Louis egy sokszínű város, a Mississippi folyó partján fekszik, erős kapcsolatban áll a blues zenével, sportörökséggel és a világhírű konyhával. Azt meg mondjuk nem is tudtam, hogy ott ilyen híres konyha van. A legújabb adatok szerint elvileg, mivel ilyen technológiába befektetnek, hogy több ilyen kamera is legyen, meg több olyan mód, amivel megfigyelik az embereket, akkor egy picit azért kevesebb bűncselekmény lett az utóbbi egy-két évben, de még mindig egy erősen tartja a helyét az első helyen, a legveszélyesebb város Amerikában. Na, szóval ez volt a mai videó, nem annyira pozitív, de inkább ilyen informatikai, hogy mik vannak az USA-ban. Hogyha kérdésetek van valamelyik városról, vagy államról, vagy sokan kíváncsiak vagytok valami hírről, vagy bármilyen, ami Amerikával, vagy Magyarországgal kapcsolatos, ami amerikai szemszöggel érdekes lenne, akkor írjatok a kommentekbe, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!